Hétfő délelőtt felállították a városi karácsonyfát a Kossuth téren. Ebben az évben is több felajánlás érkezett a fára, de e célnak nem felel meg akármilyen növény. Fontos, hogy a fa körben szimmetrikus legyen, és minden irányba hasonló kiterjedéssel bírjon. Az idei példány Nyikos Imréné felajánlása volt. A fát, mint minden évben, a közüzemi Kft. Munkatársai állították a helyére. Az időjárás nem azt mutatja, hogy nem sokára karácsony, vagy nem sokára advent, de hát azért, ha a naptárt megnézzük, akkor igen, november utolsó hetébe léptünk, vasárnap advent első napja lesz, és épp ezért a szokásos módon a város fenyőfáit felállítják munkatársaim vállalkozók segítségével. Az elkövetkezendő napokban a Kossuth tér mellett a Harukken, valamint az Aportéren, illetve a piacon és a Városháza dísztermében lesz egy-egy példány. Ezek is lakossági felajánlásokból kerülnek a megadott helyszínekre. A karácsonyfákat vízkeresztnapjáig csodálhatják meg az arra járók. A kiállítóhelyeken, az Almási kastélyban és a várban is szombati napokra időzítettük, tudatosan, tehát mondom még egyszer, a szombati napokra időzítettük az adventi program kínálatunkat. December 7-én, 14-én, valamint 21-én szombatonként várják a kiállítóhelyeken, az Almási kastélyban és a várban az érdeklődőket adventi programokkal. A garantált programokat egészítették ki és aktualizálták a téli eseményekhez. Az egyik ilyen esemény a Háromszögház kincsei című kiállítás lesz a Gyulai várban. Ez a gyulaiak által jól ismert Háromszög ház, a vár mögött található háromszög épületben egykor működött gyertyaöntő műhely kincseit mutatja be. Egy ott működött gyertyaöntő és mézeskalács készítő mester hagyatékát jeleníti meg. Azt gondolom, hogy az adventi időszakot és aztán majd az ünnepi időszakot is ezek a tárgyak csodálatosan fogják majd jelképezni. Mindenképpen egy olyan kuriózum, ami azt gondolom, hogy nem csak a városba látogatóknak, de a helyieknek is érdemes arra, hogy megtekintsék. December 1-én vasárnap a Városi Adventen többek között bábszínház, gyertyagyújtás, valamint koncert várja az érdeklődőket.